Egy évtizede minden év áprilisában felvonul Marosvásárhely központjában a kritikus kerékpáros tömeg. A földnapján a világ számos városában megszervezik a Critical Mass névre keresztelt kerékpáros felvonulást, amivel a környezetbarát közlekedés fontosságára hívják fel az autósok figyelmét. Kerékpárosok gyülekeznek Marosvásárhely főterén, barátként üdvözlik egymást, ami nem csoda, hisz a Critical Mass résztvevői egy nagy családnak a tagjai, amely évről évre utcára vonul, hogy megmutassa magát az autósoknak és a városvezetésnek. Kerékpárjaik felemelésével a résztvevők némán üzennek az autósoknak és a polgármesteri hivatalnak minden évben ugyanazt. Critical Mass-nek a célja, mint minden évben, felhívni az autósoknak a figyelmét, hogy a biciklisek is a részei a forgalomnak, és a polgármesteri irodának vagy a hivatalos szerveknek is, hogy szükség van a bicikliutaknak a megépítésére. A felvonuláson közéleti szereplők is hangsúlyozni próbálták, hogy milyen fontos odafigyelni a kerékpárosokra, sokan minden évben visszajárnak. Én minden évben megpróbálok eljönni ide, tehát részt venni valamilyen szinten. Mondjuk a tavaly az unoköcsémmel voltam, elvert az eső, nem tudtunk végigmenni, emiatt így eléggé rossz volt, de reméljük, hogy ma nem fog esni, úgyhogy mindenképp körbe lehet majd tekerni. A Critical Masshez minden évben számos civil szervezet csatlakozik, hangsúlyozva, hogy a kerékpározás a jövő közlekedési módja. Egészségügyileg nagyon jó egy embernek, hogyha kerékpározik, ugyanakkor evel a környezetünket is védjük, mivel kevesebb akkor az autó, kevesebb a károsanyag kibocsátás. És ez a jövője a közlekedésnek. A Critical Mass mozgalma 1992-ben San Franciscóban indult. Ezt azért szervezték, hogy megmutassák, mennyire barátságtalanunk a városok a kerékpárosoknak. Marosvásárhely esetében ez pedig fokozottan igaz, állítják a város felvonulásának szervezői.